Igen. Seres Judit, de rég jártuk, láttuk. Bizonyan. De sportban ugyanúgy továbbra is otthon. Remélhetően. Sportújságírásban. Borukai Gábor, nem volt olyan könnyű, amikor az ember csak ugye szokásos módon, hol kezdi az ember, megy újságíró, Google, nem? És internet. Persze, szóval, mint sportújságíróról, nem volt olyan könnyű rólad találni. Hát vagy olyan sokat szerepeltél később, ugye szóvívő, hírtévé, vezérigazgató, stb. Vagy Isten tudja, miért veszett el az a feledés homályában. Akkor még nem volt. Az internet az benne. Nem működött, tehát onnan visszakeresni, archívumba be kell menni, akkor ez... Tettük azt is. Ja, és mindig kihagyom, itt emlegetem ezeket, de hát nem mondom, a Reform, az Új Magyarország, hát te mindent voltál, főmunkatárs, belpolitikai rovatvezető, főszerkesztő, helyettes. Arról mesélj, és utána Judité a szó, hogy lép át az ember a sport újságírásból, ez, mint tudjuk, egy külön állatfajta, szokták mondani kedvesen rólunk. Majdnem azt mondtam, hogy az igazi, de ezt visszavonom, tehát az általános, vagy a politikai, inkább így mondom, a politikai újságíró státuszban. Hát nem tudom, hogy van erre recept, én zsilipeltem. Tehát amikor a sporttól eljöttem, akkor az Új Magyarországhoz mentem. Eljöttél, vagy mentél máshova? Értem, mit akarok ezzel kérdezni, hogy ott hagytad a sportot, mert kösz elég volt, hát nem, és vágytál arra, nem, hogy... Nem, kicsit bonyolult, mert ott ilyen tulajdonosi vitába keveredtünk Hát volt külön a Bali bácsi valaki, volt, ő ügyvezető. Igen. És ezért a lejáró szerződésemet nem hosszabbította meg. Ha én, mint tulajdonos, lemondtam volna a javaimról, abban a pillanatban kaptam volna hosszú szerződést. És akkor lehet, hogy nincs ez az egyéb karrier? És ma és is valószínűleg nincs, ezt a Pali bácsi aztán később magának is tulajdonította. Amikor kormányszorú lettem, hogy milyen jót tett velem, hogy elküldött a sporton, mondtam, hogy ezt ebben a formában az én ebben ne élje bele magát. De kétségtelen kellett hozzá egy lökés, de az is kellett, hogy már azt érezzem, hogy már aki a futballba számít, azokkal már minden készítettem, interjút már minden, meccsen ott voltam, és már azt a választ is tudom, aminek a kérdését még föl se tettem, tehát jó lenne egy kicsit nyitni, és ez a két szándék egyesült, és akkor mentem tovább, de úgy mentem tovább zsilipelve, hogy az Új Magyarországnak akkor a Kőbandi volt a főszerkesztője. Aki népsportos volt. A Belporovatnak a Petán Péter volt a szintén vezetője, és azt hiszem, hogy a Salánki volt a sportrovat vezető. Miklós. Vagy a Fejes Gábor, mind sok sportos volt akkor az Új Magyarországnál, én főmunkatárs lettem, és még a kapcsolatrendszeremet, tudásomat hasznosítottam a sportrovatnál, ugyanakkor meg a tanulmányaimmal, hát jogot végeztem, az igazságügy területét megkaptam, és akkor ott kezdtem építkezni az igazságügybe, tehát a politikába beoldalaztam az igazságügy felől. Ezek szerint a sportolók nagyon jól írnak politikai témában is, vagy esetleg ez a két dolog könnyen összekapcsolódik? Sokan vannak ilyenek, jogosok? És azt mondom, Vitrai, Szepesi, Bárdos, Bánó, sokan vannak. A sportújságírás, főleg a napilapos sportújságírás, az megtanít a pontosságra, a gyorsaságra, arra, hogy a észnél levésre. Így van, a tényeket helyén kezeld, azért tudósítani nem egyszer kellett, esti órákban kezdődött meccsen, úgyhogy sluszra kellett leadni. Úgyhogy sípszóra le kell tenni a telefont. Vagy például akkor, amikor mi gyakoroltuk a szakmát, akkor külföldi tudósítás esetén külön meg kellett szervezni, hogy telefonunk legyen. Tehát nem, hogy vittük magunkkal a laptopunkat, bekötöttük és toltuk haza tudósítást. Nem, hogy vonalas telefon. Föl kellett fedezni a vonalas telefont, arra nem volt pénzünk, hogy vásároljunk magunknak a lelátóra egyet. Rendszerint előző nap edzésen megszerveztük, hogy az öltözőbe, a szertárba, valami félreeső helyen fölfedezzünk egy telefont, annak a számát bemondtuk a leírószobába, akkor azon időre meghívtak bennünket. Megüzentük a rádiósokkal. Volt emlékszem, a Váz Dinamo Kijev, de hogy nem Dinamo, Dinamo Moszkva backmérkőzést tudósítottam, egyrészt úgy, hogy nem volt fedett lelátó, és a papíromról lefolyt a tinta. Másrészt meg azzal be kellett mennem a szertárba,
ott volt a telefon, és onnan tudósítani, miközben minden ajtócsapásra a telefonvonal elment. Tehát ezek nem, hogy mondjam... Ma már hihetetlen. Igen. Ez ilyen polihisztor, MacGyver keverék. Hát ezt már próbáljuk volt előadni, hogy annak idején ez kellett mindehhez. Nem, azért ennyire nem. Egy unortodox volt, maradjunk annyiba a helyzet a maihoz viszonyítva, és sokféle képesség kellett, tényleg nem csak az, hogy megszerezzük az információt, hanem az információ átutatásának a csatornáit. Még egy történet, akkor Mexikó Salvadorba mentünk egy ilyen erősen tartalékos válogatottal, akkor a Glázer Robert volt a szövetségi kapitány, egy rövid történet arról, hogy utaztunk egy nagy Ibéria gépen Madrid és Mexikó város között, és hát hosszú volt az út, 9 óráig tartott. Látszik is a fáradtság. Igen, itt ez a salvadori repülőtéren készült a salvadori szépséggel a csapat, és aztán ott van a Hankó János a Glázer mögött, ő volt a pályaedző, és akkor Glázer kérte a Hankót, hogy egy kicsit mozgass már meg a fiúkat. És ez abból állt, hogy az erősen, hogy mondjam, lyukas vagy kevés helyet betöltő gépen sorba állította a játékosokat, és helyben futtatta, és a Stubik az őrült módon rohantak hát, hogy úristen, leesik a gép, azonnal adják abba. Magyar válogatott edzett a Jumbón. Na, de nem is ezt akartam mondani, hanem amikor kikaptunk Mexikóvárosba, és a menedzser átszervezte az utunkat, azt mondta, hogy azt szeretné, hogyha minél többet látnánk Mexikóba, ezért nem repülővel megyünk Leónból Mexikóvárosba, hanem busszal. Ezért hamarabb kellett indulni, hajnali 5-kor indultunk, ezért nem tudtam leadni megszokott módon a tudósításomat, és meg kellett szervezni azt, hogy Mexikóváros repülőterén a Benetton Boltnak a számát bemondtam a nagykövetségre, a nagykövetség hazatelefonálta a sportszerkesztőségben, a sportszerkesztőség engem ott a Benetton boltba hívott, és onnan adtam le 40 percen keresztül a tudósításomat. Na, szóval így nézett ki akkor a sportoságíró. Voltál, nekem haza kellett jönni Bukarestből, mert egyszerűen repülőjegy csak akkorra volt, viszont nem jött be a telefonhívás, pedig szegény Pető Marcsi mit próbálkozott, és egy szobában aludtam Bas Sándorral, későbbi szövetségi kapitány, de akkor játékos volt még, és ott hagytam nála a tudósítást, hogyha bejön, akkor diktálja le. Hát bejött, csak ő meg nagy csibész, és ledik. Tehát, hogy vas szenzációs játék, vagy győzelem a világbajnok románok otthonában, ahelyett, amit kikaptunk, persze rendesen. És itthon volt a nagy kételj, most leadjuk, ne adjuk, nem volt még, akkor MTI is se volt róla. Közöse tudtál jelezni. És se eszem, lehetőségem volt, hogy vasúti vonalon adtunk meg. Mit tudom én, milyen őrületeken. Lehet, hogy ezek a történetek azért hangzanak így, hogy én így irigykedjek, de akkor ehhez képest mondjuk a politikai vagy belpolitikai újságírás ehhez képest ez nyugodtabb volt? Vagy nyugodtabb? Hát ott más természetű izgalmak vannak. Tehát ott sok van, belpolitikai újságírónak nem kell külföldre utazni, nem kell megszervezni, hogy hogyan telefonáljon haza. Most várjunk, sajnáljuk, vagy irigyeljük? Nem, hát a belpolitika, tehát nagy különbség volt a sporton belül, például a hazai focival foglalkozók, meg a külföldi focival foglalkozók között. Mert a mi cikkeink azok éles cikkek voltak, személyeket érintettek, akár osztályzatban, akár minősítésben, játékban befolyásolták azt a szférát is. Aztán oda kellett sétálni, el kellett menni a klubba, szembe kellett nézni mindazokkal, akikről írtunk. Ehhez képest a külföldi rovat az agyomas. Úgy megírtad a Real Madrid bal hátvédjéről, hogy a szülye ügyetlen. A cikkeket, tehát az teli volt trillával és lélekkel és színekkel. Tehát már akkor érezni kellett, hogy egy éles környezetben fogalmaz az ember, vagy egy olyan környezetben, ahol bármi megtörténhet, és nincsen következménye. Úgyhogy e tekintetben a belpolitikában nem volt egy éles váltás, mert csak a figurák változtak, az érzékenységek maradtak. És jobb ez, hogyha az ember határok közé van szorítva valamilyen szinten? Vagy jobb az, hogyha bármit megírhat, és nem lesz úgymond. Hát olyan nincs. A bármi az ugye sosincs az életben, mert mindig vannak határok, már csak azért is, mert önmagukban az olvasóknak is van egy elvárása. Tehát az olvasó valamilyen tónust, valamilyen intellektuális szintet megkövetel, vagy nem követel meg.
tehát az olvasón múlik az újságírónak a szabadsága, vagy szabad szájúsága, mondom így. Akkor bocsáss meg, az összes magyar újság, amit mi látunk ezen elmélet szerint, az olyan, amit megkíván az olvasó? Hát vagy ez, vagy az a réteg, vagy csoport? Olyannak kell lenni, hogyha hát akkor elsírom magam, ha bocs, már azt mondtam, hogy itt azért ilyen, mert rosszak az újságíró. De nem. Akkor hát megnézed például a Népszabadságnak a hangütés váltását. Igen. Az elmúlt pár évtizedben. És ahhoz hogyan tudtak, vagy hogyan nem tudtak alkalmazkodni az előfizetők, olvasók, és hogyan fogyott a példányszám, mert más volt az elvárásuk, mást gondoltak arról, amiről a Népszabadság akart írni, és ez vonatkozik minden újságra. Tehát azért választok egy lapot, mert abban azokat az információkat kapom, amelyek engem igazán érdekelnek, és abban a tónusban kapom, ahogy én azt el tudom fogadni. De az újság is változik. Az finoman szólva. Az újság is változik, már ez alatt... Ez alatt értem? Azt értettem, hogy te sem feltétlenül, és most nem politikai istenmencs, amennyire lehet, azt hagyjuk, pláne a pártpolitikát, te sem olyan kritikusan írtál erről, arról, amarról, mint mondjuk mostában. Vagy akkor mondom, maradjunk a sportnál, sportújságírásnál. Hát a 442-tól a számos lapot mondhatnék, lehet, hogy olyat is, ahol te vagy, ahol kifejezetten mondjuk stadion ellenes, vagy stadion építés ellenes cikkek is megjelentek. Ugye hát korábban azért ez nem nagyon volt szokás, rendszerváltás utánról beszélek, hogy ennek úgy bum, neki ment valaki. Hát pláne nem mondjuk egy olyan újságban, nem tudtuk sokáig hova tenni, vagy talán most sem, ahol Szőlősi, aki itt ült, és ő is mesélt erről, hogy hát miközben még ott volt, azt hiszem, hogy kiadó Mészáros Lőrinc, vagy nem tudom, vagy legalábbis egy hozzátartozó KFT, és hát finoman szóval szájára vette a napjaink sportpolitikáját, amely talán nem csak a sportból jön, hanem magasabb politikai régiókból. Hú, de szépen megfogalmaztam. Igen, nagyon eufemisztikus volt, amit mondtál, ember legyen a talpán, aki érti. Szóval magyarán akár Orbán Viktornak is neki mennek egy sportcikkben. Hogyne, de a persze, miért nem mennének neki? Tehát Orbán korábban nem mentek. Orbán Viktornak bármi területen neki lehet menni, tehát azért éppen elég színes és szagos a magyar sajtó ahhoz, hogy kapjon kritikát Csőstől. De éppen tegnap láttam Csányi Sándort, már meg nem mondom, melyik televízióban nyilatkozott, vagy az interneten, ezt sem tudom azonosítani, stadionépítési programról, és ő úgy fordította le, hogyha azt tekintjük, hogy az elmúlt 30-40 évben 1000 futballpálya szűnt meg Magyarországon, és stadion meg szinte egy se épült, akkor az a pénz, amit most infrastruktúra fejlesztésre költ a kormány, az semmilyen módon nem válik el a nemzetközi trendtől. Tehát lehet olyan összefüggésekbe helyezni tényeket, ami másként mutatja, és kétségtelen tény, hogy a magyar futball az elmúlt, hát kétségtelen, 30 évben. Hát csak lejtmenet és ígéret. Hogy? Csak lejtmenet és ígéret. Csak lejtmenet, csak mindenki pénzt csinált belőle, futballista eladás, pálya eladás, a gazemberkedés, ami ott folyt, vállalkozás címen. Tehát a kitalicskázása. Jó, és akkor 30, 25, 20, 15 évvel ezelőtt ezeket miért nem írtuk meg, vagy csak itt-ott, vagy csak olykor-olykor? Most meg ősztűz. Ezrészt valószínű, hogy kevesebbeket érdekelt. Másrészt, az, hogy a Fradiba, emlékszed, 1984-ben, talán 84-85 a Dalnoki az edző, és följön egy teljesen új generáció, a Nyilasék följönnek. És megtöltik a csapatot. Vannak ott idősebbek is posztokon, és ez a csapat nagyon sikeres lesz, aztán egészen a kegdöndőig jut. Tehát ahhoz, hogy ez a generáció fölnőjön, ahhoz hosszú éveknek kellett eltelnie jó utánpótlás képző munkával. És ez ugyanígy van, tehát egyszer csak kifogy, és akkor nincs utánpótlás, jönnek mindenhonnan vásárolunk mindenféle futballistákat, negyed, hatod, meg tized rangúakat is, és azzal próbáljuk meg befotozni a lyukakat. Mire majd megint olyan nívójú futball lesz, nem olyan, mint a 50-es években, de mondjuk, mint a 80-as években, ahhoz egy új generációnak föl kell nőnie. Tehát most lerakjuk az alapokat, most sok pénzt költünk stadionra, utánpótlásra,
utánpótlásbázisokra, akadémiákra. Ennek a mérlegét az tulajdonképpen 5-10 éven túl lehet majd igazán mérni, mondjuk 5 és 10 év között, mert akkor mutatkozhat meg. Ez kétségtelen, hibátlan érvelés. Ma ez, hörgést, ellenállást, kritikát generál ez a fajta futballfejlesztés. Meg 20 éve, és azt mondták, hogy most elkezdünk építkezni mindent az alapoktól, ezt mint te minden új MLS-en. Gábor, ezzel szövegben voltak, a valóságban semmi nem történt. Ez igaz. Ott voltak különböző vállalkozók, jelentek meg a magyar futballba, és aztán mindegyikről kiderült, hogy célhámos. Tehát nagyjából ez a saját gerendáját, meg festékét, meg nem tudom, mit akart. Nagyjából ez volt a tendencia. Most, néha sokkoló valóban az a fajta odaadás, odafordulás a futball felé, mert mindig össze lehet hasonlítani az eredményekkel, lehet hasonlítani az üres stadionokkal. Más kudarc ágazat nem kap ennyi esélyt. Én nem a futball ellen beszélek, én egyszerűen nem értem azt, hogy lehet az, hogy újra és újra mi elhisszük. Nézők és politikusok, ők is nézők, tudom, de most azért ilyen szempontból mások. Ezt mivel magyarázott te, aki ezt végigkísértett, hogy újból és újból örülünk a lehetőségnek, bocs, mert nem a sikereknek, mert a legjobb csapat részünk, lopom valakitől olvastam, legjobb csapat részünk az a, nem a védelem vagy a satársor, hanem a naptár összeállító bizottság, mert az elején mindig sikerül San Marino, meg nem tudom, Faröer-szigetek és stb. Ellen lekötni a meccseket, és az elején akkor úgy jól állunk matematikai. Hozzáteszem, hogyha most a futballválogatott beteljesíteni reményeinket, és bejut mondjuk akár második pozícióban, akár legjobb harmadikként az EB döntőjébe, akkor se dőlhetünk hátra, mert valójában még semmi nem történt. Tehát nem arról van szó, hogy egy új generáció hozott egy új sikert. Hanem fölhigították annyira a mezőnyt, fölemelték a létszámot. Egyrészt fölhigították a mezőnyt, másrészt azért az, hogy a dárdaira rányúltak az MLS vezetői, az egy jó kéz volt, hozzáteszem. Tehát a dárdainak... Hát és az előző 10 mellé nyúlás? Mindig a saját környezet. Tehát a magyar futball, csak gondoljátok végig, hogy Jenei Imrét, amikor idehozták, akinek Beck győztes Steaua a Bukarestje volt, óriási teljesítménnyel jött ide, és magyarként is, erdélyi magyarként is idegen volt. Tehát nem fogadtuk be. Igen. Mindig azt mondtuk, hogy nekünk nehogy már külföldön hozzák ide az innovációt, a tudást, mint senkit nem fogadtunk be, jöjjön akár Szerbiából, akár Németországból, akár honnan jött ide. Ma kifejezetten éhes a futballtársadalom arra, hogy hozzák be az új tudásokat. Ünnepelt sztár a Doll a Ferencvárosban. Tehát voltak itt korábban is azért nagy nevek, ünnepelt sztárok, világbajnok, labdarúgók. Nem, hát volt olyan szövetségi kapitányunk. De Gábor, nem azt mondom, hogy nem voltak, én azt mondom, hogy mindenki, a szakma is meg volt sértődve, és a közönség is úgy gondolta, hogy teljesen fölösleges pénzkidobás. Volt itt a Davidovics. Változott. Tehát igen. Leértünk a, nem tudom, hogy a tengerfenekén vagyunk-e, tehát mélyre értünk, beláttuk, hogy a magyar futball számára az is szép eredmény, ott voltam a Magyarország-Finnország mérkőzésen, óriási szerencsével sikerült a végén kiegyenlíteni, vagy legalábbis a szerencse is mellettünk volt, mert sokat tettek azért, hogy győzzünk, és standing ovation volt, tehát mindenki úgy ünnepelt, mintha VB-n nyertünk volna. Na most azért... Ezt nem értem, ezt a lélektant. Örülök és irigylem őket, mert bevallom, nem tudom ennyire átverni magamat. De hozzáteszem, tehát a futballba nem... Most mondhatnám azt is, hogy nem, vagy nem sokkal vagyunk lejjebb, mint jégkorongba. És most jégkorongba, hogy a csapat följön, csak máshonnan indultunk. Tehát futballból innen indultunk a világ tetejéről, jégkorongba meg a világ aljáról. És onnan jöttünk föl, és ahhoz képest, hogy mi volt itt infrastruktúrában, ugye évtizedeken keresztül volt egy darab kis stadionunk. Ehhez képest most már van néhány jégpályánk vidéken is, már vannak vidéki csapataink is, nemzetközi bajnokság, a MOL Liga is, a fehérváriak, Ausztriába jégkorongaznak, vagy az osztrákok által szervezetten. Igen, azért ahogy ezt kikérnék maguknak, hát ők azért a világranglistán, persze ne verjük át magunkat, ez a B-osztály, ahol vitézkedünk. Hát azért a kazakok, akik
most estek ki az első osztályból, azok átléptek rajtunk, de kétségtelen tény, hogy az olaszok ellen meg szenzációsan korongoztunk. Csak azt akarom mondani, hogy a jégkoronggal szemben minden egyes siker örömöt okozott. Igen. A futballba pedig a jó, abban igazad van, ellenkező tehát, volt, ahonnan érkeztünk. Lelkileg beértünk oda, hogy ma már tudjuk értékelni az aprócska sikereket is. Hozzáteszem, itt van egyfajta politikai megosztottság, mert van, aki az egészet úgy tekinti a stadionépítési programmal is, hogy ez Orbán magán politikai biznisze, és hogyha ez bejön, akkor hát ez neki... jobbik esetben saját sport szeretete mániája. Ez neki sikert hoz, és ha neki sikert hoz, az nem jó azoknak, akik nem szeretnék őt miniszterelnökként látni. Uh-huh. Tehát ez... Nyilván egy politikusnak a túlzott közelsége a sportban az másokat meg eltol onnan. Igen. Hát ez kétségtelen tetten érhető, tehát azok sem tudnak igazán örülni azoknak az eredményeknek, amelyek örömre adnak okot, akik korábban tudtak pont emiatt, hogy a politika az ott van a sportban, de mindegy, ez messzire visz. Igen, ezen tényleg... lapozzunk, más tészta. Megszámoltad valaha, hogy hány sportos kifejezést használsz a cikkeidben? Nagyon sokat. És most teljesen mindegy, miről súlyos vereség, erőfelmérő, meglepetés, elbukta, verte meg, hát a közepét látta, vasárnapi eredmény. Persze most mindigre megmagyarázhatod, hogy ez melyik aktuális politikai helyzetre szólt, nyilván. De nem véletlen, hogy innen hozott. Nyilván persze, ezek bennem élnek. A Dajcsa is készítettem egy interjút, és az is úgy kezdődik, hogy ezt az internetes konzultációs sorozatot tulajdonképpen 0-2-es állásnál vette át. Tehát a kormány nekirontott, fölkasírozódott a falra, és aztán ebből a pozícióból azt mondta Dajcsnak, hogy tessék megoldani a helyzetet, és akkor innen indulunk. Ez közelebb az egy olvasót a témához? Vagyha valami sportos... Hát ami minden olyan hasonlat, ami közérthető, tehát hogyha valami olyan sportágból emelnék be szófordulatokat, amelyek kevesek számára használatos vagy ismert, akkor biztos nem. De lehetne mondani akár filmmel kapcsolatban, irodalommal kapcsolatban, és azok a hasonlatok jók, amelyek képileg megfogalmazzák a bonyolultabb helyzet. Annyira talán van még időnk, bocsánat, az nagyon kikívánkozik belem. Ma már eljutott olyan magasságba vagy mélységbe, tényleg nem tudom, a sport, hogy itt is bedobunk, használunk kommunikációs eszközöket, az újságíró mindig is bevetett, persze, de abban, hogy egy sportdöntés, egy eredmény, egy telesport főszerkesztő kinevezése, az, hogy most Lázár mit mondott a parlamentben a paksi sporttámogatásról, hogy nem tudom, ezerni, szóval átpolitizálódott. Hát, nem politizálás, de inkább mindenben a kommunikációs képességek az eladás képessége, ugye a kommunikáció az eladást segíti. Tehát annak idején tanultam public relations-t, és az azt mondta, hogy tégy jót és beszélj róla. Most már olyan világot élünk, hogy nem is annyira fontos jót tenni, az a fontos, hogy úgy beszéljünk dolgokról, mint hogyha jót tettünk volna. És ezt a fajta nyelvezetet kell azoknak elsajátítani, akik igazán legalábbis a rövid távon gondolkodva sikeresek akarnak lenni, mert hosszú távon mégiscsak az igazi teljesítmény hozza a sikert. De hát az se véletlen, hogy a korábbi szövetségi kapitányt, akit Pintér Attilának hívtak, őt kommunikációs tréningnek vetették alá, hogy úgy tudjon beszélni a csapatról, ami a szurkolókat is meggyőzi, megnyeri, és e tekintetben a Dárdai... És Dárdai meg remekül eladja. A Dárdainak a szellemisége, az, amit hoz Németországból, az a fajta pozitív megközelítés, amiben részesíti a szurkolókat, az élményszerű. Köszönjük szépen, sok elgondolkoztatót, vagy tovább gondolni valót mondtál. Köszönjük, kolléga úr, viszontlátásra. Média partnerünk a sport24.hu. Együttműködő partnerünk a Komlósi Oktatási Stúdió.